Üdvözlünk mi? Várjál, megvárjuk, amíg abba hagyja Peti az ajongást. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mafia egy remake-ének a leges-legelső része. Ez egy próbáljuk ki epizód lesz. Én Klumen volnék, és itt van velem Peti Game. Így. Kezdjük is el a sztorival. Már egy kicsikét belenéztem a játékba, azért, hogy leteszteljem, hogy hogy fut és megvan a stabil 60. Max grafikán, szóval jó. Igen. Beállítjuk a klasszik nehézséget, ami a hardnál is nagyobb. Hát itt le is írja, hogy mit is jelentene. Enemies are lethal. Police respond to more crimes. Fewer UI indicators. Ammunition left in the clip. Biztos, hogy te ebben. Igen. Ami azt illeti, én a Mafia 1-jel, tehát a 2002-es kiadásra, hú basszus, egy idős velem a Mafia 1. Nem játszottam vele valami sokat, mert mikor kb. 10-11 éves voltam, nagyon szerettem volna azt a játékot beszerezni. Hát, sikerült is valahogyan, hát megkapjam, csak hát az a baj, akkori gépemben nem futott el. Utána később a utána levő gépemben elfutott, csak hát akkor az volt a probléma, hogy egy rosszabbik verzióját torrenteztem le, és az volt a probléma, hogy nem tudtam Lükverzbe menni, nem tudtam a kamerát se rendesen mozgatni, meg a kocsinak a vezetésével is voltak bajok, és nyilván ezeket meg lehetett volna oldani, hogyha leszedek hozzá fixeket, csak hát az ilyen régi, instabil játékoknál, hát az olyasmi, hogy vagy működik, vagy nem, és hát nem volt hozzá valami sok, úgyhogy na nem baj, most a Mafia egy remake-kel új úton megpróbálkozunk, és hát meglássuk, milyen lesz. Are you ready to start with these settings? Hát még szép, hogy igen. A 2K presence. De. Igazi mafiúnak érzem magam, mert pizza volt az ebéd, kettő is, meg az előbb esett kint az eső. Tehát ez nem véletlen volt, ezt komolyan mondom. Meg be is van készítve nem kevés nacho itt a házba, pontosabban a szobámba, szóval minden nagyon király. Mikor amúgy láttam egy ilyen preview buildet a YouTube-on a játékról, nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy melyik cutscene az, ami így előre van renderelve, és melyik az, amelyik hát in-game, és most így elkezdtem vele játszani, így eléggé hát könnyű rájönni, hogy melyik az, mert ez példának okáért az eléggé hát előre felvetnek tűnik, de hát megfigyelj, könnyen még úgy rájönni, mint hogy én jöttem rá a Yakuzánál. Ki kell cserélni a karaktermodelleket, és ugye amelyik cutscene nincs kicserélve, nyilván az van előre felvéve. Ja. Vajon ez a játék mennyire lesz modolható? Na mindegy, ki tudja. Azért remélem majd magyarosítás készülni fog hozzá, mert a háromhoz ahhoz tudom nem készül, de hát ez a szar is lett, szóval ahhoz az nem is kell, az úgy, ahogy van a feledés homályába kell, hogy merüljön, mert a három az nem lett jó. Nem azért, mert játszottam vele, de láttam róla elég videót, és hát olyan elég volt ahhoz, hogy ne tetszen. Hát de valakinek biztos tetszik, hát most... Az a játék a legfőbb probléma, hogy nagyon repetitív. Van neki egy sztori amúgy, ami alapból nem lenne rossz, csak hogy annyiból áll az egész, mint tegyük fel a Mayhem aktivitás Saints Row-ban, el kell menni egy területre, fel kell robbantani autókat, meg nem tudom én egyéb ilyen dolgokat, tehát károkat kell okozni, utána el kell lopni valamit, aztán oda jön valamilyen lieutenant, vagy micsoda, akkor őt is meg kell ölni, és hát ilyen... Én nagyon egy kapta fára épül az egész, és ez kb. 36 alkalomszor el kell játszani, és így ennyiből áll az egész játék, egy nagyon grindolós, és hát ez miatt nem tetszett csomó embernek, de amúgy minden másban hát nem lett olyan rossz, mert amúgy a cutscene-ek abban a játékban jók, meg a zene is jó, szóval mondhatjuk azt, hogy a budget az csak erre a kettő dologra ment, el cutscene-ek meg zene. Itt szerintem más a helyzet, mert alapból amire építkezik ez a játék, az már alapból is egy jó játék, és most, hogy ezt így remake-el, tehát ez... Szerintem mondjuk azt, hogy megérett ahhoz, hogy majdnem tökéletes játék legyen. Persze vannak benne bugok, de hát melyik játékban nincsen. Ó, igen, itt is van a nyomozó úr. Lejött a villamosról. Igen, mondjuk ez is egy változtatás, mert hogy ennek a játéknak csak az alapja a 2002-es Mafia.
mert hogy itt a sztori ki van bővítve, néhány dolog meg van változtatva, de úgy az alap az ugyanaz. Például itt az van, hogy itt a detektív úr megy a kávézóba, és na igen, ez már in-game cutscene. És itt találkozik velünk, Thomas Angelo-val. Mellesleg amúgy te így mennyire vagy képbe így a maffiával, vagy így nem tudom mennyire vágott, hogy ez miről hát, hogy 0%-ban. Csak a Mafia 2 elejét láttam még kb. 2-3 éve. Ó. Oh. Arról szól ugyebár, hogy itt van ez a Thomas Angelo nevű fószer. Nem a kalapos, mert ez a nyomozó bácsi. Na igen. És most ide hívatta ezt a nyomozót ebbe a kávézóba, mert hogy az a lényeg, hogy Tomit most meg akarják ölni az egykori társai a maffiánál, mert hogy valami olyasmit tett, amit a játék elején nem tudunk, mert az egész játék egy ilyen visszaemlékezés lesz, hogy elmeséli, hogy mi történt. És várjunk egy pillanat. Na szóval az egész játék egy visszaemlékezés lesz, és elmondja ugye bár, hogy hogyan került be a maffiába, és hogy miket tett, amiért most meg akarják ugye őt ölni, mert azt szeretné, hogy épségben el tudja hagyni ezt a várost. Nem csak ő, hanem a családja is. A családja annyiban áll, hogy a felesége és a kislánya. Szóval Tomi azt szeretné, hogy eltűnhesse minél hamarabb a városból, ő és a felesége meg a lánya, azért, hogy hát, hogy életben maradjon, és ezt úgy akar, hogy elmond a nyomozónak mindent, amit tud, és így hát ha nem kell, hogy túl sok ideig a rács mögé kerüljön, és hát ha épségben el tud menni a családja neki. Amúgy ezek a cutscene-ek is nagyon jól meg vannak csinálva. A Mafia 3-on is jól megvoltak, csak hát az volt ugyebár az a játék a legfőbb probléma, hogy nem volt túl sok egyedi ötlete neki, és itt van valamennyi, de bár a zömét a játéknak nyilván a 2002-es Mafia alapozta meg, vagy nem tudom már, hogy kezdte a mondatot, szóval nem mindegy. Az elég durva remake-ed van, mint hogyha tényleg egy hát, teljesen másik játék lenne. Mert úgy nagyjából az is, mert ilyen, valahogy ahhoz vagyok hozzászok, hogy amikor úgy működnek a dolgok, mint például a Yakuza-nál, hogy ugye az alap 2005-ös, a Kiwami-t azt mondja, nem is tudom mikor csinálták, olyan 16 körül. És ugye a például a cutscene-ekből ugyanaz volt a motion capture maximum, csak az ilyen arcanimációkat javították kicsit olyan realisztikusabbá, meg olyan helyzethez illőbbé. Ja, itt is nagyjából erről van szó, mert hogy az egészet a nulláról újra felépítették, meg mások a szinkronok is. Ó, és amúgy ez a játék egy cseh játék, és az az érdekesség, hogy állítólag a játéknak a cseh változatában, ami ugyanaz, mint ez, annyi különbség, hogy csehre van beállítva szerintem a nyelv, ugyanazokat a szinkronszínészeket használták a cseh nyelvében a játéknak, akik azt hiszem a 2002-es kiadásban is szinkronszínészek voltak. Csupán csak az angol változatban vannak új szinkronhangok. Én gondolom az, hogy a klasszikus játékosoknak furcsa lehet. Hát igen, igen, és itt vagyunk 1930-ban, és itt meséli el Tomi a nyomozónak, hogy úgy kezdte, hogy egy taxisofőr volt, hát nem keresett valami sokat, de hát örült, hogy dolgozhatott, vagy hát legalábbis az eredetiben valami ilyesmit mondott itt, kicsit meg van változtatva a szöveg, de... Hogy úgy, mint remake, ugye, hogy mihez hasonlítani, úgy őszintén még nem sok játék remake-hez volt szerencsém, amit ugye úgy ismerek is, és ugye max a Yakuza az, ugye Yakuza Kiwami, vagy Yakuza 2 és Yakuza Kiwami 2, és ugye ott tudok viszonyítani, hogy úgy például annak milyen a remake-je az eredetihez képest, meg itt is nagyjából az alapjátéknak csak a legelejét láttam ugye OC-tól még egyszer. De úgy... Ja, azt hiszem lehet én is pont OC-tól láttam legelőször, vagy lehet valaki más. Úgy csak úgy alapúgy kicsit valahogy, nem tudom, szerintem bejövősebb a dolog, főleg azoknak, akik az eredetivel játszottak még nagyon régen, hogy például ilyen szinkrohangok, meg minden az ugyanaz.
Na most felvettük ezt a kettő alakot, akit éppen üldöznek, és hát pont az én taximba szálltak bele, és hát az a lényeg, hogy segítenem kell nekik megszökni ezektől, és ó igen, ez már nagyon tetszett a játékban, hogy úgy kell őket lerázni, hogy vannak ezek a pontok, amikor bele kell menni, és akkor bejön egy ilyen kis cutscene, és hát igen, valahogy így. Hogy így egy ilyen előre rendelt cutscene, vagy nem előre rendelt, így ilyen scriptelt cutscene megjelenik, hogy környezetet felhasználva hogyan rázzuk le a mafiózókat. Hoppá! Ebben a játékban, meg úgy nem csak ebben, az összes mafia játékban nagyjából úgy van megcsinálva a vezetés, hogy mikor megnyom az alt meg a D-t, akkor nem a kocsi fordul le így maga, mint tegyük fel a GTA-kban meg a Saints Row-ban, hanem itt sokkal jobban érződik az, hogy a kerék az, ami mozog, és a kocsi az meg csak utána mozdul be. Szóval ez érdekesen van megcsinálva, és hát kissé nehézkes az irányítás, de hát gondolom akkoriban az autók már csak ilyenek voltak. Drive to Central Island, igen. Mert úgy nem csak ezek voltak az egyetlen egy olyan ellenséges mafiózó, akiket le kellett rázni, lesz még itt több, oh, igen, itt is vannak a hídon. Úgy, nem baj, áttörünk rajtuk. Úgy lesz. Így, né. Így. Nehézkes elég az autóknak az irányítása, de előbb-utóbb majd csak hozzájuk szokok. Így. Ez amúgy furcsa, mert ha jól emlékszem a preview buildben, hogyha átmentem egy ilyen, akkor ugyebár az üldöző autó csak simán neki megy valaminek és nem robban fel. Na mindegy, ez egy érdekes kis változtatás. Szerintem nem kellett volna, de... Mindegy, a játékészítői biztos jobban tudják, mint én. Ó, basszus! Jaj, oké. Hogy szétötték már a kocsinak a hátulját. Ó, ez az. Sikerült. Megvan. Egyre többen jönnek, igen. Mellesleg ez a kettő alak, akit éppen fuvarozunk, a nevük az... Opa, jaj. Ez nagyon nem jó. Gyerünk. Ajj, van. De hogy itt minden acélból készült. Na. Tehát Paulinak és Samnek hívják azt a kettő mafiózót, akit éppen... Na hát, történelmi pillanat, GTA Norbi rám írt, nézzük, hogy... Ajj! Norbi, nagyon szépen köszönöm. Üdvözletem, elnézést a zavarásért, ez videóban megy, majd jó szórakozást a játékhoz, üdvözlöm Sally Hérjéket is. Aj, hát ez nagyon szépen köszönöm. Na, hát erre azért igazán nem számítottam, hogy ez fog megtörténni. No mindegy. Ó, bassza meg, jaj. Oké, már csak át kell menni az egyik szigetről a másik. Azon gondolkozok, hogy hányszor fogok még beleesni abba, hogy úgy beszélek, hogy elfelejtem, hogy ki vagyok némítva. Videóban rám írt GTA Norbi, ez történelmi pillanat. Ahogy az is, hogy ezeket mindjárt állítom, hogyha megint kirohannak elében. Kurva anyátokat. Valahogy éreztem, hogy videóba fog menni, terjeszked. Mit írsz? Terjeszkedek, hirdetem magam, szarát meg puszilom. Jaj, de... Jó van, Norbi, köszönjük szépen, de... Ha nem baj, most erre majd csak videó után fogok visszaírni. Ajjaj... Oké. Na, így né. A felemelt hidat éppen ugratónak használtuk, amit ők természetesen nem mernek megcsinálni, úgyhogy... Négy né. Mellesleg amúgy az eredeti játékban nem voltak ilyen... Hát ilyen látványos pillanatok, hogy átugrottunk egy, vagy hát átugrattunk egy ilyen hídon, meg izé, meg még felhasználtuk a környezetet arra, hogy lerázzuk őket. Csak annyi volt, hogy gyorsan kellett menni, és előbb-utóbb lemaradtak. Azt hiszem, a 2002-es változatban valami ilyesmi volt. Mert azzal nagyon keveset játszottam, de annál több videót néztem róla.
ez van, ezek a régi játékok, már csak ilyenek modern gépeken, nagyon instabilak. Megoldani valahogy mindig meg lehet. Meg lehet, csak az a probléma, hogy például a Bullinál is ez volt, hogy a játék néha így felgyorsult, meg random crash-elgedett, és leszettem hozzá nem kevés javítást, és hát nagyjából a problémáknak csak úgy a fele volt megjavítva, de játszható volt, nem arról volt szó, de azért a régi gépemmel sokkal jobban működött. Na így, ezt a kettő alakot sikeresen elhoztuk a főnökhöz, Salieri bárjához, mert igen, ez a kettő alak, akit megmentettünk, ők abban a maffia bandába tartoznak, aminek a vezetője Don Salieri, úgyhogy ezért nevezik ugyebár a Barty Salierinek, ez úgymond a főhadiszállás, vagy nem tudom, hogy ezt ők hogy hívják, de valahogy így biztos, na így, elhoztuk őket, most várunk arra, hogy kapjunk valami jutalmat ezért, jaj, jön is ki a csávó. Lassítva, jaj. Ezt amikor az eredeti játékban láttam kicsit, azért megijedtem, hogy jaj, mély nyúl oda, hát csak nem egy fegyvert akar elővenni, hogy Tommy már menni akar, és nem. Egy boríték volt az, amiben volt pénz. Így. Nem probléma, tehát megmentettük Szemet és Pólit, és most adott nekünk egy ilyen borítékot, amiben van elég pénz, hogy megjavítassuk a kocsit, és mondja azt, ez a Szem, hogy scratch is on the car, hogy állítólag elkanyarodtunk, hogy nehogy elüssünk egy öreg nénit, de nem csak karcolások vannak a kocsi, hanem lövésnyomok, azokat hogy magyarázzuk meg? Na de mindegy, erre már nem gondoltak a készítők, hogy na mindegy, nem számít. Tehát a pénz, amit kaptunk, azt mondták, hogy mondjuk azt, hogy csak pókeren nyertük, tehát, hogy ne mondjuk azt el, hogy kettő mobstert elvittünk. Ó, számolgatnám én is, így a pénzt vennék belőle egy új processzort végre, a kurva isten, fasz. Inkább nem kezdek bele, hogy így megosztani a világgal, hogy rage-olok jelenleg ilyen ügyileg, mert hát hogy is mondjam, az sose érne véget akkor. Az a lényeg, hogy benézett nála a karmist effektus, ami annyit takar, hogy a videókártya, amit vett, az nagyon jó. GTX 1070, gamer videókártya. Csak az a baj, hogy a processzor az nem elég erős hozzá, és hát ilyen, olyan szinten jó, hogy ugye kihajtja meg minden, hát de nem a legjobb teljesítményt adja így. Hát pontosan.